Akkor annyit kell tudni, hogy 3 számlaszámra fizettem. Egyszer ez egy számlaszám, itt ahol van ez a, akkor utána valahol itt van a második, és akkor a túloldalon az Artur Bergman, aki ugye megvette ezt az egészet, ő már ennyit engedett fizetni. 2017-ben, és utána kezdődött az ingatlannak az árverezése, ugyebár, amelyben most is laknak. Igen. És onnan délután szeretné a végrehajtó, igen, ugye, kilakoltatni. Itt az ingatlanban hány fő tartózkodik jelenleg? Jelenleg 4. 4 fő. A fiam, a férjem, a fiam, aki írja a gyámhatóság, a férjem, meg az édesapám, aki a hitel, mert nem miért a hitel. De az édesapja beteg, hogyha nagyon jól tudom. Az édesapám, igen. Állandó katéteres, paranoid, skizofrén, 74 óta regisztrált beteg, ezekről mind papírom, dokumentumom van. Állandó golyakkatéteres, igazából járókeretes, segítséget tud csak menni. Több mint 20 éve nem hagyta el az ingatlan, csak hogyha mentő viszi. És akkor ilyen súlyos beteg adóst is ki akar a németi némár sokadjára lakoltatni, ugyebár. Igen. Akkor ugye fizetve volt, itt lehet látni is, igen, hogy ugye ott vannak a csekkek is. 2007-ben vették fel a szüleim a hitelt, levizet a hitelt, svájci frankosat. 4,5 milliót kértek, 3,5 millió forintot kaptak, és ugye a hitelt soha nem, tehát mindig rendszeresen fizettük. A lényeg az, hogy 2007-ben ott felvették a hitelt a Quality Financiánál, az 2012-ben megszűnt. Igen. Átadta az MKB-nak a jogutódlást. És akkor, mint kiderült, nem volt élő szerződésünk. Nem kötöttek új szerződést az apuval. A Quality megkötötte, ők nem kötöttek apuval új szerződést. Viszont mindvégig fizettük a hitelt. És akkor jött ez az Artur Bergman, aki 2017-ben 6,5 millió forintot kért tőlünk, de addigra mi már ezt az összeget, amit tart a kezébe a papír, ezt mi már akkor megfizettük. Hát ez a több mint 7 millió forint. Igen, a 3,5 millióra. És akkor az Artur Bergman azt írta, hogy 6,5 millió 12 havi részletre tudja adni. És mondtam, nekem nem tudok 12 havi részlet. Hát azért az, ami nagyon fontos, hogy a hitelünk igazából 2027-ben járna le. És akkor mondtam, hogy hadd fizessük tovább ezt a 73 ezer forintot, és akkor nem ment el az Artur, hanem azt mondta, hogy 12 havi részlet. Hát nem tudtam bevállalni, nem tudtuk be, lehetetlen volt, hogy 600 ezeret havonta fizessünk. És akkor hát próbáltuk őt szóra bírni, és akkor így elverésre került az ingatlanunk. Mekkora összegért kelt el az ingatlan? 16 millióra volt meghirdetve a ingatlan, a kikiáltási ára. 20 millió 800 ezer forintért kelt el. És piaci értéke mennyi körülbelül most? Hát akkor 38 millió forint volt. Hát akkor majdnem. Ez egy 69. Fele annyiért kelt el akkor. Fele annyiért kelt el, igen. Hát akkor nagyon alul volt értékelve, igen, az ingatlan. És ami elszomorító, hogy ugye ez a negyedik kilakoltatásunk lenne. Az első kettőnél nem vonták fele a gyámhatóságot, a másik kettőnél igen. Úgyhogy már múltkorinál is itt voltam. Bocsánat, a gyámhatóságtól kértem. Van kiskorú a 16 éves. 16 éves. És akkor, amikor behívattak oda, hogy a gyerekemmel mi lesz, meg egyebek, akkor olyan volt nekem, mint hogy azt mondták volna, hogy vagy a gyereket, vagy a lakhatásod. Tehát nekem ez úgy jött le, hogy engedd el azt a rohadt lakást, és védd a fiat. Nekem így jött le. Mindazok ellenére, hogy teljes igazunk van, és az önkormányzatban szinte kiröhögtek, hogy ennyi ember foglalkozik az ügyünkkel, és mégis kiraknak. Ahelyett, hogy ők is foglalkoznak. Hát, hogy segítséget nyújtanának. A moratórium alatt, ha maradunk, akkor valaminek történnie kell. Tehát nem tudom, tehát én úgy érzem, hogy az igazságnak felül kell kerekednie. Ha mégsem, akkor már nem tudok tovább küzdeni. Nekem már idegileg, lelkileg már teljesen nem vagyok. Hát nehéz helyzet az. Főleg az, hogy
ugye most is voltak a rendőrök, kedden, kopogtak, kinyitom, délután, és akkor áll a rendőr, és mondja, hogy tudok arra, hogy kilakoltatásunk lesz, és mondom, nem, álltam itt, és így álltam, így. A rendőröktől tudta meg, hogy... És a rendőröktől tudtuk meg a kilakoltatást, mert én másnap kaptam, szerdán kaptam meg a levélértesítőt, és csütörtöket tudtam átvenni a... Értesítőt. A papírt. Mert ez a Némedinél olyan, hogy... Ja, és ami még fontos, hogy innen elment a két rendőr, és kinéztünk az ablakon, egy egész busznyi rendőr volt itt. Komolyan, egy egész busznyi, le is van videózó, fel is tettük a Facebookot. A végrehajtónak is elmondtuk, hogy azért gondoljon már bele, azért nem azért szült az ember, hogy csak utána elviszik, mintha csak egy hétre is. De fújjam be belegondolni. Hát az embertelen. Igen. Sajnos. Hát mi itt leszünk akkor mindenképp. Próbálunk hatni a végrehajtókra. Sok segítséget tőlük nem tudunk várni. Hát nem, csak hogy az az igaz emberben. Tehát az, hogy azért hát lássák, hogy nem hagyom magam. Tehát küzdök. Én ma itt is megmondtam nekik, amikkel én küzdök. Hogy embertelenek egyébként. De én nem hiszem el, hogy ennyire. Most az, hogy engem kirak az utcán november közepén, az neki mivel lesz jobb? Még lakást csak kezdhet el az új tulaj felújítani. És egyébként nagyon jól bemutatja a végrehajtási törvénynek is egyébként a visszásságait. Ugye a becsérték közlés ugye az egész végrehajtási eljárás folyamán. Ugye az ingatlan fél áron kelt el az ingatlan árverésen. Hát ez alapvetően is abszurd, hogy egy budapesti ingatlan 20 millióért keljen el, és három szobás. És azt mondta nekem erre a végrehajtó, hogy hát még örüljek, hogy nem 16 ér, hanem 20 millióért kelt el. Tehát, hogy nem lefele ment az ár, hanem felfele. Hát igen, ugye most pont az új végrehajtási törvény engedélyt ad erre, hogy áron alul bőven elárverezzék az ingatlanokat, meg ugye pont, hogy a követeléskezelőkre nincsen központi törvény, sőt, semmilyen törvény nem szabályozza a működésüket, ezért is lehetett az, hogy ugye csak 12 havi részletet engedélyezett önöknek. Igen. Hogyha mondjuk erre lenne egy országos szintű szabályozás, és nem a belső szabályuk szerint működnének, akkor mondjuk lehet ez a kilakoltatás nem is itt tartana, ha nem fizetnék a részleteket. Persze, hát én mondtam az Artúrnak, hogy mivel 2027-ben jár le, hogy fizetnék tovább, igen. Hogy én fizetném tovább, és nem engedte, hogy tovább fizessem, hanem mondta, hogy neki tovább kell adni. A végrehajtunk megjelent. Megjelent a végrehajtó. Megint visszafordul. Elment. Akkor most milyen? Hát szerintem még várjunk akkor. Jó, mert... Mindjárt ilyenkor kérdezem a jelzéseket lentről, jó? Jó. A doktornő. Jó. Mindjárt. Mert egy ilyen tüntetésen mindig kell egy vezérember, aki eldönti a dolgokat. Így van. Mert amikor anarchia van, az a legrosszabb. Majd én döntök. És én szeretem a főnököket. Főleg, hogy ilyen szép szemüveg. Üdvözlöm. 780-08-0. Hát szokásukhoz híven a végrehajtók elérhetetlenek, ugyebár így nem tudtuk megkérdezni, hogy a végrehajtást szeretnék a későbbi időpontban foganatosítani, illetve ugyebár a kilakoltatást, hogy itt a helyszínt akkor elhagyjuk. És úgy néz ki, hogy a család a mai napon megmenekült a kilakoltatás rémétől, illetve Németiné doktor Erdős végrehajtótól. Ugye, aki Budapesten a legtöbbet keresi végrehajtók közül, illetve a top 10-es listán ő keresi a harmadik legtöbbet, évi 427 millió forintos éves bevétellel rendelkezik,
így nem csoda, hogy nagyon sok visszaélés és negatív tartalom is fűződik a nevéhez, és sokan véres szájú végrehajtónak hívják. Tényleg vadidegenek, mert hogy kiállnak a másikért, ezt nem lehet így elmondani. Hát, hogyha van valami, akkor próbálunk segíteni akkor a moratórium után mindenképp. És akkor tartsuk a kapcsolatot. Tényleg hálásak vagyunk a családom. Édesapám meg mindenki nevében. Köszönjük akkor. Mi köszönjük tényleg nagyon. Szívből köszönjük. További szép napot akkor. Köszönjük. Viszlát. Hát úgy néz ki, hogy a tömeg és a civil jelenlét ugye elriasztotta a németiné dr. Erdősi Krisztinát szerencsére. Így a család megmenekült, úgy néz ki, a moratórium végezetéig biztos. Nem is lesz valószínűleg, hogy mi el is hagyhatjuk lassan a helyszínt. Hogy most ez is sikerrel zárult, ez egy sikersztori, hogy nem történt meg a kilakoltatás. Mi négy ember életét, illetve úgy néz ki karácsonyát és hónapjait megbetettük. Megreméljük akkor, hogyha lejár a moratórium, akkor utána is fogunk tudni nekik valamilyen jogi segítséget nyújtani az ügyben, meg addig is ugye majd nézzük az ügyüket. Nekünk? Én 50!